Idén is, mint minden évben, a hulladékcsökkentés játssza a főszerepet novembernek ezen az időszakában. Az Európai Hulladékcsökkentési Hétbe idén is bekapcsolódott a Deponia Nonprofit Kft. Az Együtt magazinnak a vendége Polonyi Dóra, a cégnek a PR vezetője, és Steigerwald Tibor, a cégnek az ügyvezetője. Köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Köszönjük szépen a meghívást. Azért is jó ez a műsor, hogy sok mindenre felhívjuk a figyelmet, többek között a hulladékcsökkentésre is. Ugye elkezdődött az Európai Hulladékcsökkentési Hét, és a mostani szlogán az ugye lásd a láthatatlant. Mit is jelent tulajdonképpen ez a szlogán? Mi mindenre próbáljátok felhívni a figyelmet? Igazából maga ez a láthatatlan hulladék, ez egy központi téma. Ezen kívül ugye a hulladékcsökkentési hétnek maga a hulladék megelőzése, vagy éppen az újrahasználat is fontos alappillére, de minden évben kitalálnak egy témát, és ugye ez a láthatatlan hulladék. Ez főként a termelés során feleslegessé vált anyagokra próbálja meg fölhívni a figyelmet, de lehet egy más koncepcióba is egyébként ezt az egészet értelmezni. Mi például az egyik programpontunknál másként értelmeztük ezt a láthatatlan hulladékot. Ott például rossz gyümölcsökből főzünk lekvárt, és ami máskor már lehet, hogy a szemétbe került volna bele, de azt akarjuk megmutatni, hogy nem csak a tökéletes gyümölcsökből lehet egyébként lekvárt készíteni, hanem abból is lehet terméket csinálni. Ezt hogyan kell egyébként elképzelni, hogy mindenki a saját háztartásában megtalálja azt, ami hát, mert felmutattunk 3 napja, lehet, hogy már nem annyira jó, akkor ebből esetleg lehetséges. Nem, mi ezt úgy csináltuk egyébként, hogy elmentünk a piacra és vásároltunk, és így szeretnénk megköszönni egyébként a városi piac minden árusának ezt az egészet, mert elmentünk, és a teljes megdöbbenés ért minket, mert ahogy elkezdtünk vásárolni, elmondtuk, hogy a hulladékcsökkentési hétre készítünk ilyen kis képeket, egy kis posztot, és olyan termékeket keresünk, ami a szemétbe kötött volna ki, és az árusoknak a nagy része ezt számunkra ingyen biztosította, és akkor ebből készítettünk lekvárt, és ezt fogjuk majd dokumentálni egyébként képeken keresztül a közösségi oldalunkon. Úgyhogy így kell elképzelni. Ez a hulladékcsökkentési hét, ez mindig tele van sok-sok programmal, így a Deponia Kft-nél. Most milyen ez a hét? Mit lehet róla tudni? Mi minden lesz? Ugye mi már tavaly volt az első alkalom, hogy ehhez csatlakoztunk, és azt gondolom, hogy akkor nagyon, nagyon sikeresnek ítéltük meg az első alkalmat. És ez mindig egy jó, klassz dolog, hogyha ha először valami jól sikerül, akkor utána szívesebben vág bele az ember. És így akkor nem is volt már kérdés, hogy az idei esztendőben ez ugyanígy lesz, tehát hogy csatlakozunk ehhez. Azt gondolom, hogy ez nem csak egy hulladékos cégnek fontos egyébként, hanem ehhez bárki, illetve magánszemélyként is. Tehát ugye nagyon-nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy a hulladékainkat csökkentsük, illetve előzzük meg a hulladék képződést. De visszatérve az eredeti kérdéshez, tavaly is, meg idén is jó néhány programmal készültünk. Hát az idei év, ugye ez a 2020, ez mindenkinek egyformán azt gondolom, hogy valamilyen, de semmiképpen nem könnyű. Ebből a szempontból ez sem volt könnyű, hisz ennek a hétnek azért nagyon fontos üzenete a szemléletformálás, legalábbis egy hulladékos cég esetében. És hát úgy, hogy külső kapcsolatok nélkül elég nehéz szemléletet formálni, azt gondolom. Úgyhogy most inkább azt mondtuk, hogy akkor formáljuk elsősorban a saját szemléletünket. Tehát jó néhány belső programot is kitaláltunk, kitalált a kollégáim, és itt meg én meg Dórinak szeretném megköszönni elsősorban, mert ő az ászlóvívője ennek a dolognak, ennek a folyamatnak, tevékenységnek a cégnél, és azért nagyon sokat tett érte, és szerintem tök jól sikerült. Úgyhogy a részleteket majd kérem is, hogy ő mondja el, de lényeges, hogy minden napra terveztünk valamit, ami a hulladék megelőzéssel, szemléletformálással, hogyan tudunk jobban szemetelni programmal van összefüggésben, és akkor kérem, hogy a részleteit ő mondja. Igen, tehát a Deponiánál zöld hétköznapok néven ezt a szlogent találtuk ki erre a hétre. Most 23-ától 27-ig tart nálunk a hulladékcsökkentési hét, viszont ugye voltak megelőző események is.
A mai napon kerül bemutatásra egy kisfilmünk, amit a Fehérvár Média Centrummal együtt készítettünk, ez a Kidobott világ, és ezzel próbáljuk meg elindítani ezt az egész hetet, amit csináltunk, illetve van a TESZ 2020, ugye a Tiszta Egészséges Székesfehérvárért kihívásunk, ugye kétszer próbáltuk meg megrendezni az Arakkal együtt a TESZ futóversenyt, nem sikerült ugye a járványhelyzet miatt, és akkor ekkor döntöttünk úgy közösen, hogy az online térbe fogjuk ezt az egészet áthelyezni. Ez október közepétől november közepéig tartott, két kihívással készültünk, ugye volt az Araknak a kihívása, ez maga ugye a futást jelképezte, vagy hogy lehetett gyűjteni ugye a kilométereket az iskoláknak, és a másik kihívás, ez a depónia kihívása volt. Ugye hulladék megelőzés, illetve újrahasználat témában vártunk kis videókat és képeket, és ezek be is érkeztek, a zsűrizés megtörtént, és a holnapi nap folyamán lesz egyébként ennek az eredményhirdetése, úgyhogy ez a második, tehát a második napunk ugye a TESZ 20-ról szól. Csinálunk egy zöld ebédet a cégnél. Itt ugye szokták mondani, hogy úristen, most mindenki ilyen zöldet fog enni. Nem. Tehát ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy mi közösen, kinek mi a szokása, ugye valaki hozza, valaki rendeli az ételt, vannak, akik ugye étterembe jártak eddig, és akkor ők most elhozzák. Igen, ők most elhozzák, és meg fogjuk nézni itt a zöld ebéd kapcsán területenként, hogy mi az, amit tehetünk azért, hogy hulladékmentesebben étkezzünk. Például mondjuk nem műanyagevő eszközöket használjunk, vagy műanyagpoharat, és mi az, amit ugye többször fel tudunk használni, például, hogyha műanyagdobozba vagy éthordóba hozzuk el az ebédünket. Nyilván itt nincsenek rossz megoldások, tehát, hogy mi nem azt akarjuk mondani, hogy mert te rendeled az ételt, akkor úristen, te mennyire, mert azzal is lehet már, hogy tényleg nem műanyagevő eszközzel eszi meg az ebédjét. Úgyhogy ezt próbáljuk meg dokumentálni, majd a közösségi oldalunkon egyébként minden ilyen fontos információt fölteszünk, és képeket is készítünk az eseményről. Csinálni fogunk egy gardrób cserét, ezt évek óta tesszük egyébként, tehát, hogy mindenki hoz különböző ruhákat, játékokat, stb., és ezeket ott megnézzük, és ami nem került, vagy nem lehet gazdára, azokat pedig egy egyesületnek, vagy alapítványnak fogjuk tovább adományozni, és ők pedig rászorulók részére fogják ezeket a tárgyakat tovább adományozni. És az utolsó nap lesz ez a lekvárfőzésnek a dokumentációja, tehát ezeket fogjuk megmutatni képeket, illetve, hogyha sikerül, reméljük sikerül, akkor tojástartókból, azaz hulladékból fogjuk megépíteni a depóniának a karácsonyfáját, és ez pedig az ügyfélszolgálatunkon lesz kiállítva, ha sikerül. Reméljük. Hát elég tartalmas, hogy tényleg sok mindenről beszéltél, majd ezeket így nagyobbá végigveszünk. Így a tesztfutás kapcsán ugye mondtad, hogy hát felhívtátok így a lakosság figyelmét, hogy küldjenek be képeket. Milyen szuper kreatív ötletek születtek egyébként így a hulladék felhasználását tekintve? Hát, hogy nagyon részletekben nem szeretnék belemenni. Jó néhány kép és egy videó érkezett, ennyit talán el lehet mondani. Jó néhány tucat, hogy a nagyságrendet lehessen érzékeltetni. Azt gondolom, hogy talán kevésbé is az a fontos, hogy milyen kreatív. Rendkívül jó ötletek is jöttek. De igazából azt gondoltuk, hogy amennyiben hasznos, ami készült belőle, valami olyan hulladékot sikerült feldolgozni, ami utána nem a hulladék lerakóba került, ez számunkra már nyerő. És itt inkább az ötleteket, annak a használhatóságát, a jövőbeli használhatóságát próbáltuk megcélozni, és arra fókuszáltunk leginkább. Látjuk itt egyébként a képek itt mennek közben, és akkor látjuk itt a szuper kreatív ötleteket, megoldásokat. Amúgy mennyire volt népszerű így ez a felhívás? Mennyire sok munka vagy pályamunka érkezett? Először nagyon megijedtünk. Két hét után, ugye ez egy hónapos etap volt, két hét után hát alig volt jelentkező.
és akkor Dorék azért ebben még jól ráerősítettek, tehát ment egy kis promó, meg ilyen segítség, és azért így a második két hétben egy kicsit felgyorsult. 50 körüli, ez talán igaz? Igen, jól emlékszem, igen, 50 körüli jelentkező küldött be mindenféle pályamunkát, nevezzük így. Úgyhogy végére azt gondolom, hogy elégedettek vagyunk abszolút. Tehát én magam nem számítottam ennél többre. Amiket kaptunk, azok nagyon színvonalasak, ötletesek, használhatók, olyan hulladékot váltanak ki, bocsánat, közben én is ránézek, olyan hulladékot váltanak ki, amivel utána nem tudtunk volna, tehát nem tud senki sem kezdeni valamit, és valami tök jó kis hasznos tárgy lett belőle. És leginkább azt gondolom, hogy ezek voltak, amik a végén a befutók lettek. Hogyan kell egyébként elképzelnünk így a zsűrizés folyamatát? Vagy szóval, hogy mi az, amit ilyenkor néztek? Hogy mi az az anyag, amit felhasznál, hogy tényleg az ember nem is gondolt volna arra, hogy na hát ebből mi minden születhet, vagy maga a tárgy, vagy ami megszületik belőle? Mi az, amit néztek? Mindegyiket, tehát tényleg a felhasználhatóságot, hogy utána ne a hulladék lerakóba kerüljön, hanem tényleg sokáig felhasználható legyen. Hogyha volt olyan kreatív hulladék típus, amire mi tényleg nem is gondoltunk, hogy esetleg lehet, és az ötletesség, kreativitás, tehát ezeket a szempontokat így magunknak felállítottuk. És egyébként nem volt egyszerű, tehát hogy azt hittük, hogy hú, majd akkor gyorsan kiválasztjuk, hogy mi lesz, de nem, tehát azért ez egy hosszú folyamat volt szerintem. Igen, meg itt ugye a szubjektum nagyon-nagyon bele játszik ebbe, és hogy kinek mihez milyen érzelmei, vonzalmai, vagy éppen taszítása van adott esetben, ez nagyon nagyban befolyásolta, és nem mondom, hogy Késhegyig menő vita volt a három zsűritag között, de azért nem egyezett fel teljesen a véleményünk, azt gondolom. Egyébként azért is jó, hogy egy ilyet hoztatok kihívásként, felhívásként az embereknek, mert ugye ebben tényleg a gyerekek szemléletformálása is benne van. Meg hát ahogy nézem, azért a szülők alkották ennek a nagy részét, akik már valószínűleg azért átálltak a gondolkodásban arra, hogy kevesebbet szemeteljenek. Ez így van, tehát nagyon sok helyen láttuk azt, hogy családok együtt. Tehát, hogy, és le is írták sokan, hogy ezt a gyerkőcömmel készítettem, vagy az egész család készítette. És én is azt gondolom, egyetértve veled, hogy ez egy nagyon jó folyamat. Tehát, amit mi megcéloztunk régebben, hogy kezdjük el a kicsiknél, és akkor amúgy is ők növekszenek meg, aztán a család részeként ugye átragasztják a család többi tagjára, hogy ez a folyamat azért ezekben szerintem abszolút tetten érhető, és ennek örülünk. És ugye mondta Dóri, hogy egy iskola is küldött be egy videót. Abban a videóban ott mit szerepel? Vagy annak volt egy koncepciója, ami alapján igen, aztán ez a videó? Igen, tehát volt. És az az osztály, aki ezt beküldte, ők a sakk évfolyam, vagy lehet ilyet mondani? Igen, sakk évfolyam. És igazából ugye az elején a szelektív hulladékgyűjtést rakták középpontba, tehát hogy papír, műanyag és üveg, amit ott szétválogattak ők saját maguk, és egyébként sakkfigurákat készítettek, és még dal is van hozzá, tehát hogy még énekelnek is, úgyhogy ezt is majd meg fogjuk osztani mi is, meg ugye ők is felrakták a TESZ 2020-ra, és igen, itt vannak, hát tündériek. És látszott, hogy ott is az egész osztály, mintha veszük egy nagy családnak, hogy látszott, hogy a tanítónéni nagyon sok energiát belevitt, látszott, hogy a gyerkőcök nagyon-nagyon lelkesek, igen. És mindenki hozzátette a maximumot a maga részéről, és ez egy nagyon lelkesítő dolog szerintem. Igen, nagyon ügyesen ott mozognak, tényleg gyűjtenek, és mindenki aktívan részt vesz ebben a folyamatban. Ugye mondtad ezt a kisfilmet, amit két kollégán készített, a László Takács Krisztina és a Németh Nagy Róbert. Kidobott világ a címe ennek az egyperces filmnek, ezt is be fogjuk majd mutatni, de hogy inkább akkor nézzük meg most is, majd utána beszéljünk róla, okay. hogy milyen koncepció szerint született meg ez a rövid film. Tudtad, hogy 317 kg hulladékot termelünk egy évben fejenként? De szelektíven mindössze 48 kilónyit gyűjtünk. Közben meg kidobunk egy csomó mindent, amit újra fel lehetne használni.
Valamit csak kéne tennünk. A világ nem szemét. Te se tedd azzá. Szelektálj, hasznosíts újra, vásárolj tudatosan. Hát sok üzenet benne van ebben a kis egyperces kis filmben. Igen, ugye a Médiacentrummal már 2017 óta folyamatosan gyártjuk itt a filmeket, tényleg, és mindig próbálunk megújulni mi is, és hát ti is, hogyha lehet ezt mondani. És most tényleg az újítás volt a cél, tehát azért is készült videóanimáció, ilyet még nem csináltunk, tehát hogy legyen valami újdonság benne, és ugye a hulladékcsökkentési héthez is kapcsolódjon ez az egész. Igazából itt nem akartuk megmondani, hogy most jó vagy rossz, amit csinálunk, hanem csak a problémára felhívni a figyelmet, és reméljük lesz még lehetőségünk arra, hogy a továbbiakban ezt jobban kifejtsük, amit ugye a végén a kislány elmond. Tehát, hogy megoldásokat is mutassunk arra. Úgyhogy ez egy kezdeti lépés, én úgy gondolom. Hol lehet majd látni egyébként ezt a kis filmet, vagy hol érheti el az, aki szeretné megnézni? Közösségi oldalunkra már föltettem, illetve a YouTube csatornánkon, tehát, hogy oda is föltettem, és a honlapunkon is, az Ökoiskola címszó alatt lesz elérhető. Ebben a kisfilmben azért elhangzott ez a 317 kiló egy év alatt? Így van, ez a mi saját adatunk egyébként, tehát ez a Depóniának a közszolgáltatási területére jellemző. Körülbelül ennyit, sőt átlagosan, pontosan ennyit termel ma Székesfehérvár környékén, meg Székesfehérváron egy ember, a csecsemőtől az aggastyánig. Nagyon sok. És ugye ehhez képest ez a 48, ha jól emlékszem én is, ez a számos. Így van meg, tehát 48 kiló az, amit szelektíven, ebben már a zöld hulladék is benne van. Tehát elkülönítetten gyűjtünk. Azért, ha csak ezt a két számot egymás mellé tesszük, az én azt gondolom, hogy az látszik, hogy ebben még óriási fejlődési lehetőség van. Hát egyébként most azon gondolkodok, hogy 317-365 nap van, tehát akkor minden nap majdnem egy kiló szemetet termel egy ember. Így van, ez nagyon sok. A mi környékünk azért ilyen szempontból renitensebb, ha országos átlagot veszünk egyébként. Ugye ezek a számok jellemzően akkor növekszenek, ahol egy országos szinten nézve fejlettebb környékről beszélünk. Nyilván nagyobb vásárlóerő van, tudjuk, hogy a Székesfehérváron is környékén milyen magas Magyarországon. Ezzel van összefüggésben. Ettől függetlenül nyilván jó lenne, hogyha az ország fejlettebb vidékein úgy gondolkodnának az emberek, hogy kevesebb hulladékot termeljünk, hisz nem kéne, hogy ez így legyen. De ha már termelünk, akkor meg azt is gondolhatnánk, hogy legyen ez az elkülönítetten gyűjtött, tehát azt követően hasznosításra kerülő hulladéknak az aránya nagyobb. Tehát azért, ha 300, kicsit több mint 300-at és hozzáveszünk, hogy alig 50 kiló ebből az igazából anyagában hasznosításra kerülő, tehát ez még ugye egy hatod része sincsen a teljes mennyiségnek, hát ebben még kellene fejlődnünk. Én még csak elindultam ezen az úton egyébként, tehát hogy már egészen ügyesen tudok szelektálni, de például múltkor Dorit szegényt felhívtam, hogy petpalackügyben kinél tudnánk forgatni, és mondta, hogy már nem használunk nagyon petpalackot. Tehát hogy még van ilyen, amiben nekem azért kellene előrelépnem, viszont a szelektálás az már elég jól megy. Itt egyébként Fehérváron mit láttok, hogy a szelektálást azt azért úgy teszik az emberek? Tehát, hogy működik? Hát, ha udvarias választ szeretnél hallani, akkor azt mondanám, persze, természetesen. Ha az igazat akarod hallani, akkor amit az előbb mondtam, ugyanez a következtetése a hulladék oldalról, tehát megvizsgálva a hulladék összetételét, ugyanez megállapítható. Erre azt szoktam mondani, hogyha valaki eljön hozzánk csalára, bejön a telepre, és mutatok neki egy vegyes hulladék kupacot, és egy szelektív gyűjtőkből, vagy a házhoz menő gyűjtési rendszerből kialakított másik kupacot, hát a laikusok jó része nem nagyon tudná megkülönböztetni. Sajnos. Az a baj, az előző számok is ezt mutatják, hogy a vegyes hulladékban még rengeteg olyan hulladék kerül, ami hasznosítható lenne. Tehát a műanyagok jelentős része az pontosan ilyen. Tehát nagyon nagy mennyiségű műanyag hulladék kerül a vegyes hulladékba, még az olyan
triviálisan külön gyűjtendő is, mint a PET palack, ugye azt szeretjük azért nagyon külön gyűjteni, meg erről így beszélni, rengeteg van benne. De üveghulladék is iszonyatosan nagy mennyiség kerül a vegyes hulladékba, bőven több, mint amennyi azt követően szelektíven gyűjtésre kerül. Tehát azt gondolom, hogy ezek, tehát a műanyag és az üveghulladék az, ami térfogatában és tömegében is nagyon nagy mennyiségben még a vegyes hulladékban jelentkezik. Egyébként még azon gondolkodtam, hogy a szemléletformálásban milyen jó lenne, nem tudom, hogy ilyenek gondolkodtok-e, hogy ha mondjuk iskolás csoportok kimehetnének a telepre, kicsit körbenézni, tudom, veszélyes, meg nem biztos, hogy annyira jó. Igen, most akkor mondom, szoktak iskolás csoportok jönni, tehát, hogy már több éve van nyílt napunk, csak pontosan a járványügyi helyzet miatt most az idei két alkalom is lemondásra került sajnálatos módon. Ugye amikor megkérdetjük ezeket a nyílt napokat, akkor iskolás csoportok, sőt óvisok is szoktak egyébként kijönni, akkor egy rövid előadással vagy játékokkal készülünk, illetve körbejárják egyébként a telepet. Most azt találtuk ki, hogy ha ők nem tudnak hozzánk jönni, akkor mi kimegyünk hozzájuk, ami ugyancsak másodszorra sikerült megvalósítanunk sajnos megint a járvány miatt, de még sikerült kijutnunk pár intézményhez, és ott próbáltuk bemutatni tényleg a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, hogy hogyan kell szelektálni, illetve pont a kisfilmünkön keresztül, ahol ugye azért elég jól látszik ugye a szelektív válogatás, hogy ők is lássanak ebből valamit, de reméljük jövőre a helyzet is megengedi, és akkor újra tudnak jönni nyílt napra hozzánk, ami egyébként nagyon érdekes és hasznos mindenki számára. Tehát aki még nem volt kint, én mindenkinek javaslom. Én is, mint kollega, engem is kivittek, és hogy nézzem meg, hogy amiről beszélek, az mi is valójában. Néhány évvel ezelőtt, ugye, igen, nem? Igen, igen. De ez nagyon, nagyon hasznos volt, és akkor ott válogathattunk egyébként hulladékot is, tehát, hogy szerveztünk egy olyat, hogy a cég dolgozói kimehettek, és a szelektív hulladékválogató szalagon mi is válogattuk a hulladékot. Hát nagyon tanulságos volt, mondjuk úgy. Így van. Illetve amit még itt érdemes elmondani, hogy ez a válogatási rendszerünk, meg egyáltalán a hulladékkezelésünk, az mekkorát fog változni. Ugye ez a KDV rendszere és ennek a projektje most már látható. Tehát a válogatók is most már kivitelezés alatt vannak. Várhatóan én azt gondolom, hogy talán nem egy teljes év múlva, tehát valamikor 2021 őszén el fognak tudni indulni, és azt érdemes ezt megmutatni mindenkinek. Tehát most is nagyon tanulságos eljönni hozzánk, de akkor már azt mondom, hogy kifejezetten műszakilag is érdekes lesz. Tehát olyan technológiákat fogunk tudni bemutatni, akik eljönnek hozzánk, szerintem mindenkinek leesik majd az álla. Arról is forgathatunk egy kis filmet. Úgyhogy ebben is óriási változás előtt állunk. Hát most amúgy is egyébként nem mondom, hogy jó, hogy nem lehet kijönni a telepre, de szinte, hogy párhuzamosan több építési projektünk is fut, úgyhogy most azért a közlekedés sem egyszerű, úgyhogy mi várjuk nagyon azt a jövő év őszt, és akkor igazán büszkén fogjuk mutogatni azt, ami ott megvalósul. Hát nagyon várjuk majd, hogy elmássunk oda. Én kifejezetten, én tényleg elindultam, azt gondolom, egy ilyen hulladékcsökkentős úton. Nagyon az túlzás. De tényleg elindultam, tehát én most már tegnap előtt vettem ilyen kis zsákokat, amiben az egyik nagy áruházban lehetett kapni, és már gyümölcsöket, zöldségeket most már abban vásároltam, meg a zsemlét is. Tehát hogy azt gondolom, hogy azért elindultam a tudatos hulladék nélküli élet útján, vagy nem tudom, hogyan kell ezt megfogalmazni. Nektek nagyon jó hetet kívánok így a hulladékcsökkentési hétre, hogy tényleg így a kollégák élvezzék ezt a hetet, meg hát mindenki más, akihez szól nyilván az üzenetetek, és hogy tényleg lehessen szemléletet formálni ezen a héten mindenképpen. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. Az Együtt Magazinban. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, és hát, mint hallották, sosem késő elkezdeni. Én most kezdtem el néhány nappal ezelőtt kicsit tudatosabban élni, és hulladékmentesebbé tenni az életet, hiszen a szebb jövő szerintem egy olyan környezetről szól, amikor kevesebb a szemét körülöttünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!